Üdvözlök mindenkit! Marik Judit, gyógytornász vagyok. Önök most egy gerinctornán vehetnek részt velem, a három generációval az egészségért program keretében. Ez a gerinctorna egy alap gerinctorna lesz, nem túl nehéz, nem túl könnyű. Azt kérem, hogy akinek akut, erős derék vagy hátfájdalma van, az ne végezze ezeket a gyakorlatokat, illetve akinek csontritkulása van, különösen ha erős csontritkulása, akkor ő se végezze ezeket a gyakorlatokat. Először feküdjünk le a hátunkra, tehetünk a fejünk alá egy kis párnát, ha szeretnénk, de mindenkinek úgy, ahogy kényelmes. Kinyújtjuk mind a két lábat, fölnyújtózunk mindkét karral fül mellé, és csak nyújtózkodunk jó nagyot egyik kézzel, másikkal, és közben lehet az ellentétes lábunkkal, vagy ugyanazzal, mindegy, ahogy jól esik, szintén nyújtózni egy jó nagyot. Nagy nyújtózás, egyik oldal, másik, még egy kicsit. Jó, és letesszük a két kezet magunk mellé. Kinyújtjuk. Még nyújtva marad mind a két lábunk, és csak bokából integetünk jól le, és jól föl. Lefeszítjük a lábfejet, és fölhúzzuk mind a kettőt, jól le, és föl. Még egy picit, és néhány nagy kört is rajzolhatunk a bokáinkkal. Egyik irányba, és aztán a másik irányba. Azaz. Jó, és megállunk. Egyik lábunkat fölhúzzuk talpra, és csak csúsztatva megcseréljük a másikkal. Csúszik, cserél, cserél, még egy pici, csúszik, cserél, cserél, egyik föl, másik, cserél, cserél, még egy kicsit. Jó, és talpra húzzuk mind a két lábat. Egyik térdünket fölhúzzuk hashoz, vissza letesszük a talpat, másikat, és vissza le. Egyik térd fölhúz, vissza, másik, le. Egyik föl, vissza, másik, le. Még egy picit, vissza, másik. Jó, és letesszük a lábat. Fenekünket emeljük meg jó magasra, derekunk egyenes marad, és vissza letesszük. Emelj jól föl, és vissza. Emel a csípő, vissza. Emel magasra, vissza. Emel, le. Még egy kicsit. Vissza, emel, le, emel, vissza, emel, le, még egyet, és letesszük. Most megint megemeljük a medencénket, itt megtartjuk fönn, és miközben nagyon erősen tartjuk a medencét, egyik térdünket egy picit fölhúzzuk, vissza letesszük, és a másikat, és vissza. Itt arra kell figyelnünk, hogy a csípőn, a medencénk egyáltalán ne billegjen. Tehát végig próbáljon meg itt maradni fönt mind a két oldala. Egyik tért picit föl, vissza, másik, le. Egyik föl, vissza, másik, le. Még egy kicsit, vissza, másik. Jó, és megállunk, letesszük a fenekünket a földre. Egyik térdünket fölhúzzuk hashoz, mellé húzzuk a másikat, letesszük egyik sarkat és a másikat. Egyik térd fölhúz, mellé a másik, egyik le, másik. Egyik föl, mellé a másik, egyik le, másik. Még egy picit, másik mellé, le, másik, még egy picit, másik mellé, egyik le,
Jó, és megállunk. Most picit nehezítünk a gyakorlaton. Egyik térdünket fölhúzzuk, mellé húzzuk a másikat is. Itt megtartjuk fönt, és egyik lábat kinyújtjuk messzire előre a levegőbe, és vissza behúzzuk. Másik lábat nyújtjuk, és vissza behúz. Egyik nyújt, vissza, másik. Behúz, egyik nyújt, vissza, másik, behúz. Jó messzire nyújtózunk a sarkunkkal, másikkal, vissza, egyik nyújt, vissza, másik, behúz. Még egy picit, vissza, másik, behúz. Egyik nyújt, vissza, másik, jó, és megint behúzzuk hashoz. Itt marad még fönt a két térdünk, és úgy próbáljuk állítani, hogy a csípőnk is és a térdünk is olyan derékszögben legyen körülbelül behajlítva, és itt ebben a helyzetben csak kinyitjuk a két lábat így, ahogy van, és összezár. Nyit, és zár, nyit, összezár, azaz. Összezár, nyit, zár, még egy picit, nyit, zár, azaz, összezár, nyit, zár, még egy kicsit, nyit, zár, azaz, és megállunk, és egy picit még nehezíthetünk a dolgon, fölnyújtjuk mind a két lábunkat, és most nyújtva nyitjuk terpeszbe, és összezár. Nyit, összezár, nyit, zár, azaz, összezár, nyit, zár, még egy picit, nyit, és zár, azaz, összezár, na még egy kicsit, nyit, zár, behajlítjuk mind a két térdet, és egymás után tesszük le a két láb. Egyszer csak megemeljük a fenekünket megint jó magasra, és kicsit ott megtartjuk. Azaz. És vissza letesszük. Mind a két kezünket ide tesszük a combunkra, és egy kicsikét, ahogy csúszik fölfele a kezünk a combunkon, egy kicsit megemelkedünk fejjel vállal, a derekunk nem kell, hogy nem emelkedik a földről, nem cél, hogy fölüljünk, hanem csak itt emelkedünk föl, piciket. Ne a nyakunkat húzzuk, fejünket próbáljuk meg nagyjából egy helyben tartani, tehát nem a nyakat kell feszegetni, ez nem egy nyakgyakorlat. Ha valakinek fájna a nyaka, vagy kényelmetlen ez a helyzet, nyugodtan az egyik kezével megtámaszthatja a nyakát. Itt a hasnak kell dolgoznia erősen. Piciket, föl, azaz, nagyon jó. Még egy picit. Jó, és egy kis pihenés. Most egyik kezünket, mondjuk először a jobb kezünket a nyakunk alá tesszük, megint csak azért, hogy kimondottan támasszuk a nyakunkat, hogy ne a nyakunkkal dolgozzunk. Másik kezünket bal kezet, a jobb térdünk mellé irányába tesszük, és ugyanezek a megemelkedések lesznek, csak most egy picit keresztbe. Tehát az ellenkező térdünk felé nyújtózkodunk a kezünkkel, hogy a kereszt hasizmaink dolgozzanak most jobban. Piciket emelkedünk föl, azaz keresztbe. Nagyon jó. Még egy picit. Föl és pihenés. Megcseréljük a kezünket, másik kezet, bal kezet tesszük a nyakunk alá, és jobb kezünkkel fogunk a bal térdünk felé nyújtózkodni, és megint mehetnek a pici emelkedése keresztbe az ellentétes térdünk felé. Azaz. Picit nyújtózunk, föl,
keresztbe, azaz, még egy picit, föl, jó és pihenés. Mind a két kezünket ide tesszük a hasunkra, és egy jó nagy levegőt veszünk egészen a kezünk alá bele a hasba, és hosszan kifújjuk. Megint jó nagy levegőt bele egészen a hasba, megemelkedik tőle a kezünk, és hosszan kifúj. Még egy jó nagy levegőt egészen a kezünk alá bele a hasba, és hosszan kifújjuk. Jó, behajlítjuk mind a két könyökünket itt magunk mellett, úgyhogy az öklünk a plafon fele néz, és így jó erősen beleszorítjuk a két könyököt a matracba, és innen nyújtózunk föl mindkét karral a plafon felé. Amikor beleszorítjuk a könyököt, a hátunk közepe egy kicsit elemelkedik a talajtól, amikor nyújtózunk föl, a lapockánk emelkedik el. Szorít bele a két könyök, és nyújtózunk, beleszorít, nyújtózunk, szorít jól, nyújtózunk, beleszorít, nyújtózunk, még egy picit, nyújtózunk, szorít, nyújtózunk, még egyet. Jó, és megállunk, és átfordulunk, először az egyik oldalunkra, legyen mondjuk ez a jobb oldalunk. Mind a két lábunkat behajlítjuk, körülbelül úgy, hogy a sarkunk körülbelül a csípőnk vonalában legyen, az alsó kezünket kényelmesen tehetjük a fejünk alá, a felsővel meg először megtámaszkodunk magunk előtt. Felső lábat fogjuk megemelni, csak így, ahogy van hajlítva, és itt emelgetjük picike, arra figyelünk, hogy közben a derekunk, hátunk egyáltalán nem fordul el. Annyira emeljük meg a lábat, amennyire ezt a csípőnk engedi. Azaz, emel, piciket, nagyon jó, emel, emel, még egy pici, emel, azaz, jó, és letesszük. Felső lábunkat kinyújtjuk most test folytatásába, visszafeszítjük a lábfejet, egészen nyújtva van a térdünk, és most itt emelgetjük piciket a lábat, megint arra figyelünk, derekunk nem fordul sehova, lábunk a test folytatásában van nyújtva, és itt emelgetjük piciket, azaz, még egy picit, emel, emel. Jó, és még egy ilyen pici köröket is megpróbálhatunk a lábunkkal rajzolni, megint arra figyelünk nagyon, derekunk, hasunk egyáltalán nem mozog. Azaz, piciket, köröz. Mehet a másik irányba is a körzés. Nyújtott lábbal végig előre néz a lábfej. Derekat, hasat tartjuk nagyon. Jó, és behajlítjuk a lábat. Picit pihentetjük a csípőnket, hátra nyújtjuk felső lábat megint testfolytatásába, karral fölnyújtózunk fül mellé, és innen magunk előtt könyököt, térdet közelítjük, és jó nagyot nyújtózunk. Könyöktért, nyújtózunk, közelít, nyújtózunk, még egy picit, nyújtózunk, közelít, nyújtózunk, jó, és megállunk. Innen fogjuk folytatni a tornát, a következő részben a másik oldalunkkal fogjuk kezdeni, egészségükre!